Pont van ezen a héten a B32-be látogatunk, ahol Hajdú Szabolcs új filmje az Ernelláék farkaséknál volt látható közönség találkozó keretén belül. Arról is szó lesz, milyen hatása lehet 1956 emlékének a mai kultúrára, és két kiállításba is bekukkantunk. Tartsanak ma is velünk! Az az állandó érzés, hogy figyelnek, mindenkit figyelnek, minden megvan valahol írva rólad. A 6 éve sikeres kulturális rendezvénysorozat a Hadik Irodalmi Szalon is megemlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról. A Rádió 56-hoz kapcsolódóan tartottak beszélgetést, néztek felkelőkkel készített videókat, és zenéltek a megújult hadikban. Az este háziasszonya Juhász Anna családi történeteket elevenített fel, elmesélte, hogyan vett részt édesapja Juhász Ferenc a forradalomban, és milyen hatással volt ez az irodalmi pályájára. Nagyon fontos dátum 1956, több szempontból meghatározó volt édesapám életében. Ő ugye akkor szerzőként a New York palotába dolgozott, vagy hát oda járt be, ugye ott volt akkor nagyon sok kiadó, így a szépirodalmi könyvkiadó is, ahová ő éppen vitte be az összegyűjtött verseinek a kéziratát, amit előtte már napok óta, hetek óta szerkesztett. Ő éppen elindult a New York kávéházba, amikor összetalálkozott a kollégáival, a szerző, szerkesztő társaival, Vas Istvánnal, Szántó Piroskával, Nagy Lászlóval. Amikor már szögezték a fákra a követeléseket, tudták, hogy van valami a levegőben. Tehát most még a New York palotában vagyunk, ahonnan átmennek a szomszédos étterembe ebédelni, amikor már édesapám és Nagy László mondja, hogy induljunk már, hát itt történés van, amire ott mások mondják, hogy előtte azért szépen ebédeljünk meg, ki tudja, mikor fogunk legközelebb egy út ebédelni. Minden esetre édesapám Nagy Lászlóval együtt elindul, a tömeggel van is feljegyzés, napló bejegyzés, amikor írják még, hogy Juhász Ferencet és társát, ugye vállán vitte a fiatal ünneplő, hőzöngő tömeg, mert ugye ez egy békés tüntetésnek indult, ahová mindannyian mentek, aztán ők később az alkotók átmentek ugye máshová, és egy idő után szétváltak az útjaik. Ami nagyon érdekes, hogy édesapám igazából 56-ot, azokat a napokat Ferenczi Béninél élte át, képzőművész barátjánál, aki a Jászai Mari téren lakott, és igazából beragadtak a lakásba, mert egy tank elállta az ajtó útját, és nem tudtak tovább menni. Édesapám utána hosszú ideig depressziós lett, neki akkor nem jelentek meg versei. 56, nagyon sok alkotóra nehéz hatással volt. Ez a magyar történelemnek művészet szempontjából is egy nagyon fontos, akár vízválasztó dátuma. Rengeteg alkotás is kapcsolódik 1956-hoz, akár akkor, amikor maga a forradalom volt, akár később visszaemlékezésekben, naplóformában, versekben, amikor már akár egy idősebb alkotóíró visszaemlékszik az akkori fiatalkorára. Regéthi Nagy László vagyok. Wittner Mária vagyok. Trencsényi László vagyok. Varga János vagyok. Balázs Spiri László vagyok. Hajdú Szabolcs vagyok. Dózsa László vagyok. 1956 forradalmi versei, szövegei dallá formálódtak a hadikban. Ezek a versek és dalok szólaltak meg ikonikus előadók tolmácsolásában. A meghívottak a Rádió 56 program szervezői, valamint a Rádió 56 vendégei voltak. Mostan színes tintákról álmodom, legszebb a sárga. Mostan színes tintákról álmodom. Ezt a címet adták az Albert Favi Közösségi Házban október 19-én megnyitott 60 plusz fotókör által szervezett tárlatnak. A kiállított alkotásokat mind-mind Kosztolányi Dezső művei ihlették. Az Albert Favi Közösséghez és 60 plusz fotókör nagyon jó kapcsolatokat ápol egymással, és valóban többször is visszatérnek hozzánk egyéni, illetve csoportos kiállításokkal. És ugye ők nagyon érdekes, mert általában a csoportos kiállításaik mindig ilyen tematikus anyagokból áll össze, mikor meghirdetnek valamit, például a múltkor a fény adta az ihletet, amihez csoportosították. Most viszont Kosztolányi Dezső versei, illetve vers idézetei által inspirált képeket mutatnak be. A kiállítást a körzet önkormányzati képviselője Farkas Krisztina nyitotta meg. Az a kiállítás címe, hogy mostan színes tintákról álmodom, és valóban a fényképeken a fények, árnyak, a színek úgy adnak egymásnak találkozót, mint hogyha végtelen időben először találkoztak volna, mint ahogyan ezek a színek Kosztolányi korai költészetében is megfigyelhetők.
Kosztolányi korai költészetében jelen van a halál tematikája, tehát adta magát a fotókon is ez a téma, hogy nyilvánvalóan számos olyan verse van a Mostan színes tintákról álmodom című kötetben is, mely a halál, az elmúlás, az élet lezárásának témaköréhez kapcsolódik, tehát nyilvánvalóan, hogy a képeken is ez a tematika jelenik meg többségében. A tárlat november 8-áig látogatható az Albert Falvi Közösségi Házban található Kályha Galériában. A festészet napján Dudás Gyula festőművész képeiből nyílt tárlat Aranykor címmel a Gazdagréti Közösségi Házban. Az alkotó első olajfestménye 1979-ben készült, azóta főleg olajképeket készít. Kedvenc témája a magyar történelem, a középkori királyok. Leginkább a képes krónika ikonjaiból és miniatűrjeiből meríti az ihletet. Hát az ember, amikor elkezdi, megismerkedik a magyar történelem, elkezdi olvasni a képes krónikát, akkor rádöbben arra, hogy itt azért elég sok minden van, amire büszkének kéne, hogy legyünk. És egy kicsit foglalkozni kéne vele többet. Az Aranykor című kiállításon a zenét Furuján Kalmár Lajos szolgáltatta. A festészet, azaz Szent Lukács napján október 18-án immár 15. alkalommal ünnepel együtt alkotó és közönsége. A festőművészek ekkor kilépnek a magányos műtermekből, hogy a magyar kortárs festészet alkotóinak és különböző irányzatainak munkáit minél szélesebb közönséghez eljuttathassák. A Dudás Gyula képeiből álló kiállítást megnyitó Szántai Lajos művelődés történész szerint a kortárs művészet és a történelmi tárgyú, a képes krónikához hű irányzat egyáltalán nem áll távol egymástól. Sőt, Dudás Gyula éppen ezért képviseli kortársai között is a bátorságot. A mai magyar képzőművészet az legalább két nagy mezőnyre osztható fel. Hát van egy jelentelen és van egy jelentős, de ez az élet minden területével így van. Dudás Gyula nyilvánvaló módon a jelentős kategóriába tartozik, két ok miatt is. Az egyik a bátorság. A bátorság az, hogy vállal történelmi témákat, ráadásul olyan módon, amit általában a mai festőművész nem szívesen vállalna, hogy mondjuk valamilyen előképet másol. Tehát itt a képes krónikára épül a kiállítás. Szántai Lajos szerint Dudás Gyula másik erőssége a szín- és ecsetkezelésben rejlik. A művészettörténész úgy véli, hogy a mai festők közül kevesen tudnak úgy eget ábrázolni, mint Dudás Gyula. Ennyi fért mai műsorunkba, de ha ez nem lett volna elég, még mindig elérhető a friss, ropogós, nyomtatott Pont magazin. Ebből többek között kiderül, hogy hogy is áll az énekléssel Petruska András, vagy hogy milyen tradíciókra támaszkodva újult meg a Hadik Kávéház. És persze számtalan jobbnál jobb programot, kultúreseményt ajánlunk olvasóink figyelmébe. Itt a tévében pedig a jövő héten jövünk legközelebb. Tartsanak akkor is velünk!